A földkutya év vízdisznóhava 2018. november 7-től december 7-éig. Mely tulajdonságaink erősödnek fel? Meggyőző képesség, karizma, versenyszellem, érzékenység, kiszámíthatatlanság, változékonyság, alkalmazkodókészség, kreativitás, szabadság, függetlenség. Mely életterületek kerülnek előtérbe? Barátok, érzelmek, közösségek, társulások, anyagiak, karrier, üzleti élet, utazás. Milyen tevékenységek támogatottak? Kommunikáció, stratégia készítése, szervezés, utazás, tárgyalás, nagy összegű adásvétel. Milyen tevékenységek kerülendők? Figyelmetlenség, szétszórtság, halogatás, pontatlanság. Jó tanácsok! Csupa vízelem uralja a hónapot, így minden könnyen összefolyhat. Az idővel könnyebb lesz megcsúszni, határidőket elfelejteni, vagy épp addig halogatni, hogy amikor meg már tennénk a dolgunkat, pont minden közbe jön. Ez az összemosódás nem csak az időzavarban jelenhet meg, az emberi kapcsolatok is most zavarosabbak lehetnek, nehezebb elválni, elengedni, osztozkodni, a határokat kijelölni, vagy egyáltalán megtalálni. Anyagi vonatkozású esetekben mindenképp fontos különösen észnél lenni, a jogi szövegeket, szerződéseket pedig alaposan átolvasni, megfontolni a döntéseket. Nehézséget jelenthet még a dolgok elkezdése és befejezése, közben pedig a türelmetlenség. Érdemes lesz most inkább előre tervezni, ütemezni, 5 perccel előbb elindulni, bevásárlólistát írni, a részletekre külön időt szánni, a feladatokat nem halogatni. Mindez hatványozottan érvényes mindenkire, akinek disznó vagy vízelem van bárhol a születési képletében.